A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara minden év végén értékeli az elmúlt 12 hónapban elért eredményeit. Ebben az évben számos programot szerveztek a vállalkozók számára, amelyek működésüket és fejlesztéseiket segítik, valamint felhívták a figyelmüket az infokommunikációs eszközök használatára és annak jelentőségére. Utóbbival kapcsolatban tanácsadói hálózatot is működtet a kamara. Ami nagyon fontos volt ebben az évben, hogy beindultak a mester szakmai tagozatok, ezzel kapcsolatban számtalan hasznos tájékoztató rendezmény, szakmai konferencia, workshop került megrendezésre. Úgy láttuk, hogy a vállalkozóknak igénye van arra, hogy ilyen kis csoportos jellegű szakmai tájékoztató előadásokat szervezzünk, és ehhez kapcsolódóan olyan szakmai utakat, felkészítéseket, amelyek a továbbfejlődését, a mestereknek a szakmai fejlődését segítik. Mindenképpen szeretnénk ezt tovább folytatni, hiszen úgy látjuk, hogy erre nagy igény volt a vállalkozók körében. Ezeken túl jelentős még a megyei iparkamara szakképzési tevékenysége is. Kiemeltem például a pályaorientációs feladatai. Általános iskolásoknak szerveznek céglátogatásokat, megismertetik velük egy-egy szakma szépségét, valamint olyan versenyekre viszik a diákokat, amelyekkel a szakmaválasztást próbálják segíteni. Ebben az évben kiemelkedő feladata volt a kamarának, hogy a szakmák európai szintű versenyét, a Euroskills-t idén hazánkban rendezték, ebben pedig a megyei szervezeti szerepet vállalt, illetve több mint 1500 diákot utaztatott az eseményre. Több kiadványt is megjelentett a kamara egy év alatt, ilyen például a hiány szakmákról készült összesítés. A kamarának már a jövő évre is vannak tervei. Szeretnénk ezeket a rendezvényeket még tovább fejleszteni, és lesz egy nagyon új program, amit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fog koordinálni. Ennek az a neve, hogy Mentor Program, ahol a kis és középvállalkozásokat kis csoportokba tömörítve szeretnénk olyan mentorokat találni, akik segítik az ő üzletvitelüket, a piacra jutásukat, a szakmai fejlődésüket. Ez a Mentor Program egy kicsit hasonlít ahhoz a Plátó Programhoz, amit már a mi kamaránk jó néhány évvel ezelőtt elkezdett és itt a megyében megvalósított, illetve koordinált országosan. Nagy Névarga Katalin bízik benne, hogy a mentor program legalább annyira eredményes lesz, mint a Plátó program. A következő évben erre helyeznek majd nagy hangsúlyt. A szolgáltatásokat is bővítik majd az alapján, hogy a vállalkozóknak milyen igényeik vannak.